A következő felszólaló pedig Újhely úr. Engem egyetlen egy dolog érdekel, méghozzá a magyar emberek, a magyar családok érdeke. Ezen a szemüvegen keresztül tudom csak vizsgálni a mostani helyzetet. Érdeke az a magyar családoknak, hogy a kormány évi 1 milliárd euróból most például hazudik arról, hogy mi mind vitázunk? Érdeke az a magyar családoknak, hogy megszűnt Magyarországon a jogállamiság? Nem, nem érdeke. Tény, hogy az uniós támogatások járnak Magyarországnak. Az is tény, hogy ezeket az Orbán rendszer miatt a rezsim korrupt, útonálló, zsaroló, agresszív politikája miatt jelenleg nem kapjuk meg. És az is tény, hogy akkor fog megérkezni a magyar családokhoz és a magyar gazdasághoz a támogatás, hogyha az Orbán kormány hajlandó a változtatásra. Kedves magyar választó, erről vitatkozunk, hogy mikor és milyen módon tudjuk rákényszeríteni Orbánékat arra, hogy kevesebbet vagy semennyit se lopjanak, és tartsák be azokat a szabályokat, amelyek a magyar emberek érdekében kell, hogy a jogállamiságot alkossák. Ez az egyetlen kérdés, és a következő időszakban is magyar európai parlamenti képviselőként azért fogok harcolni, hogy a forrásainkat megkapjuk, de ne Orbánék, hanem a magyar családok érdekében érkezzenek Magyarországra. Köszönöm szépen!